Letették az alapkövet, Debrecenben épül meg a nemzeti oltóanyaggyár. Ünnepi szenátusi ülés, több mint 10 000 felvett hallgató kezdi meg tanulmányait a Debreceni Egyetemen. Garambölgyi Lajosra emlékeztek, az edző legenda tiszteletére 200 fiatal rúgta a labdát. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a Napszemle. Szeptember 5-e vasárnap van, már is mondjuk a hétvége híreit. Koronavírus elleni vakcinát, valamint a Magyarországon kötelező és ajánlott oltásokat is előállítanak majd a Nemzeti Oltóanyaggyárban, amelynek alapkövét vasárnap délben tették le. Az 55 milliárd forintból megépülő üzemben már a jövő év végén megindulhat a termelés. Ezen a most még üres területen hamarosan megkezdődik az építkezés. A Debreceni Egyetem Tudományos, Technológiai és Innovációs Parkjában épül fel az a gyár, ahol többféle védőoltást állítanak majd elő. A közeljövőben Debrecenben a jelenleg ismert szinte valamennyi védőoltás paradigma mentén gyártanak, és ami egy egyetemnek borzasztóan fontos, fejlesztenek. Tehát ezért gondolom, hogy ez a mai nap történelmi jelentőségű. Pap László köszöntőjében azt mondta, az elmúlt években számos cég telepedett le a városban, amelyek számítottak a Debreceni Egyetemen képzett szakemberekre. A Nemzeti Oltóanyaggyár nem pusztán egy a sok debreceni munkahelyteremtő beruházás közül, hanem egy olyan stratégiai beruházás, amely képes az egészségügyi ellátás biztonságának megerősítésével garantálni az emberéletek megóvásán keresztül az ország működő képességének fenntartását. Pósán László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a fejlesztésnek köszönhetően Debrecen továbbra is a szabadság őrvárosa lesz. Kósa Lajos pedig úgy fogalmazott, az oltóanyaggyár is hozzájárul a legfontosabb érték a magyar ember egészségének megőrzéséhez. Nyilvánvaló, hogy ez az ország legfontosabb beruházása, és így is kell ehhez hozzáállni nekünk, debrecenieknek is. Meggyőződésem, hogy sikerrel fogjuk tudni venni ezt az akadályt. Az innovációs és technológiai miniszter hangsúlyozta, az elmúlt másfél évben megindult Magyarországon a védőeszközgyártás. A hazai oltóanyag előállítás pedig további biztonságot jelent majd. Maga a vakcinagyár az közel 20 millió adag különböző típusú vakcina gyártására lesz alkalmas. Többek között egyébként a koronavírus a különböző mutációnak a vakcináját is itt fogjuk tudni gyártani. A gyár alapvetően moduláris felépítésű, nem csak egy technológiára készülünk, hanem több különböző technológiára. A Nemzeti Oltóanyaggyárban jövő év végén indul a termelés, elsősorban saját fejlesztésű vakcinát termelnek majd, de más országokkal és gyártókkal is szeretnének együttműködni. Megtartotta tanévnyitó szenátusi ülését a Debreceni Egyetem, ahol idén több mint 10 000 felvett hallgató kezdi meg tanulmányait. Az intézmény ötvözi a tradíciót, a lehetőséget és az innovációt. Így fogalmazott beszédében Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A tanévnyitó helyszíne a Nagyerdei stadion volt. A tanévnyitó a Debreceni Egyetem 14 karát szimbolizáló, kezükben gerundiumot tartó diákok bevonulásával kezdődött. Utánuk érkeztek az intézmény vezetői. Szilvási Zoltán rektor köszöntötte az első éveseket, akik ma beléptek az egyetemi polgárság mintegy 40 000-es közösségébe. Higgyék el, hogy ez egész életünkben benne lesz, ez a debreceni diákság és a Debreceni Egyetem konfessziója, ami 500 éve ott van az egyetem falain. Orando et laborando. Imádkozva és dolgozva fogják végezni a munkájukat. Debrecen az egyetem polgáraival együtt tervezi és építi a jövőt. Erről már Pap László polgármester beszélt. Egy olyan egyetemet választottak tanulmányaik folytatásához, amely rendkívül tudatos és szoros kapcsolatban áll azzal a várossal, Debrecennel, amely hosszú történetének legsikeresebb fejlődési időszakát éli. Tudjuk, hogy a következő 10 esztendő a Debrecen 2030 városfejlesztési stratégiának köszönhetően nagyon erős lesz. Kósa Lajos országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy ez a város különleges hely, mert nem csak múltja van, de jelene és jövője is. Debrecen igazi diákváros, Debrecen számtalan lehetőséget ad annak, hogy aki itt tanul,
az megtalálja a számítását. Itt van az ország legnagyobb egyetemi sportegyesülete. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter úgy fogalmazott, olyan felsőoktatási rendszert szeretnének az országban, ahol a szorgalom és a tehetség érték. Az egyetemen szerzett tudás pedig kamatozik, és jó befektetés. Ehhez azonban egyebek mellett biztosítani kell az innovációhoz szükséges anyagi hátteret is. Mikor elkezdtük megtenni az első lépéseket a felsőoktatási fokozatváltás érdekében még 2014-ben, a felsőoktatási főösszegek csupán fel akkorát voltak, mint ma. Jövőre pedig még magasabb összeg fogunk rendelkezésre bocsátani, beszélésünk szerint meg fogja haladni az 1000 milliárd forintot. Ma már senki nem tagadhatja, hogy az Európai Unió azon tagállamai közé tartozunk, amelyek a legintenzívebben támogatják az egyetemek működőképességét és innovációját. Fogadom, hogy Magyarország törvényeit. A tanévnyitón magyar és külföldi elsőéves diákok tettek esküt. Az intézményben idén több mint 10 000 felvett hallgató kezdheti meg tanulmányait. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem is megtartotta ünnepi tanévnyitó közgyűlését hétvégén a Nagy Templomban. Ez lesz sorban a 484. Az intézményben az őszi fél év jelenléti oktatással indul. Egyetemi közösség előtt fogadom. Több mint 100 elsőéves hallgató kezdi meg a tanévet a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Dobódórának évek óta az volt az álma, hogy ebben a nagymúltú intézményben folytathassa felsőfokú tanulmányait. Az Isten szolgálatot szeretném választani, szeretnék embereknek segíteni, meghallgatni a problémáikat, és szeretem az ilyen lelki, mélyüléses dolgokat. A Református Hittudományi Egyetemen világi és hitéleti oktatás is van. A tanítóképzés évről évre egyre népszerűbb. Nagyon szeretem a kisgyerekeket, és már 7. korom óta elterveztem, hogy el szeretném folytatni a továbbiakban. Ez az intézmény 484. tanéve. Barát Béla Levente, a Hittudományi Egyetem rektora arról beszélt, hogy napjainkban az egészségügyi válsághelyzet miatt figyelmünk könnyen a jelen nehézségeinek a rabjává válhat. Ebben a helyzetben fontosnak tartom, hogy egyetemi közösségünk tudja tágabb perspektívában szemlélni a maga helyzetét, és legyen tekintettel múltbeli örökségére. A rektor azt is bejelentette, hogy az őszi fél évben a tanórákat, az istentiszteleti és egyéb közösségi alkalmaikat jelenléti formában tervezik megtartani az óvintézkedések betartása mellett. A Református Hittudományi Egyetemen jelenleg 470-en tanulnak. Szeptember 4-én országszerte 5 000 rászorulót vendégeltek meg az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus 0. napján. A szeretett vendégség célja, hogy a hívek tanúságtételként mutassák be Jézus szeretetét az embereknek. Tarhonyás hús, uborka és kenyér is került a tányérokra szombaton délben az Attila téren. Az Eukarisztikus Kongresszus felhívásához kapcsolódva ezzel a szeretett vendégséggel köszöntötte a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő Szent Lukács görög katolikus szeretett szolgálat az embereket. A vendégeket 200 adag étellel és terített asztalokkal várták. Kocsis Fülöp érsek metropolita azt mondta, a közös ebéd az embert még közelebb viszi Istenhez. Az étkezés ad nem csupán táplálékbevitel, hanem különösen a mi kultúránkban a közösségnek a kifejezése. És közösségteremtő. Egészen másképpen hat a lélekre, hogyha közösen étkezünk. Több mint 200 ezzel a címmel indított rendezvény sorozatot a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség. A kulturális programok jövő februárig tartanak. Ahogy egy szülinapon illik, volt torta, koccintás és tánc is szombaton az emlékkertben. Így nyitották meg a több mint 200 elnevezésű programsorozatot, amit annak kapcsán szerveztek, hogy 2019-ben volt kereken 200 éve annak, hogy megtartották az első istentiszteletet a Nagy Templomban. A jubileumra szervezett eseményeket a járványhelyzet miatt eddig nem rendezhették meg, ezt pótolja most az egyházközség. Az eseményen Puskás István alpolgármester is részt vett. Nem csak azért fontos, mert a turisták erről az épületről ismerik fel Debrecent, hanem azért is fontos, mert szimbolikusan is és ténylegesen is a város szellemi lelki életének a központja. Mangalica, csili és szilva. Ezek voltak a fő alapanyagai az 5. Debreciner Gourmet Fesztiválnak. A Békás-tó partján rendezett 3 napos gasztronómiai ünnepre több ezren látogattak ki. Semmi hirtelen mozdulat. Egy villámgyors mozdulat, és már bent is van a pizza a kemencében.
Kellemes illatok és finomabbnál finomabb ételek mindenhol. A Debreciner Gourmet Fesztiválon most is volt minden mi szemszájnak ingere. Péntekkel jöttem, és egész idáig végettem az egészet. Mindent. Mindenhol. Mindenkitől ettem, mindenkit megkóstoltam, csak azért, mert szeretem a hasamat. Az idei fesztivál központi alapanyaga a mangalica, a chili és a szilva volt. Ezek az alkotóelemek a desszertekben is megjelentek. Amikor meghallottam a témát, nekem rögtön az jutott az eszembe, hogy hogyha sertés, akkor a hájas tészta. Ugye a nagyanyáink még a leveles tésztát, azt nem vajjal készítették, hanem sertés hájjal. És gondoltam, hogy akkor megpróbálom a milfőt, ami egy leveles tészta, elkészíteni mangalica hájjal. A Békás-tó partján több mint 30 kiállító, éttermek, cukrászdák és italpontok várták az érdeklődőket. Pap László polgármester szerint Debrecen egy komoly dinamikát mutató város minden területen, így a gasztronómiában is. Ez a fesztivál pedig inspiratív lehet a helyi éttermek számára is. Kifejezetten büszke vagyok arra, hogy ebben a gyönyörű környezetben lehet ezt a találkozót, az éttermek találkozóját megrendezni. Szerintem nincs még egy olyan gasztrofesztivál ma Magyarországon, ahol ilyen gyönyörű zöld környezet adna teret a finom ételeknek. A háromnapos rendezvényen a résztvevők találkozhattak a szakma legismertebb képviselőivel, és elleshették kulisszatitkaikat is. Igazi halünnep volt hétvégén Tiszacsegén. A 9. harcsapaprikás főző fesztiválon több ezren fordultak meg. A rendezvényen idén több mint 100 csapat ragadott főzőkanalat, hogy eldöntse, idén kié a legízletesebb harcsapaprikás. Idillikus tiszaparti környezet, lapátkerekes komp és kikötéshez készülődő hajók, Tiszacsegén verőfényes kora őszi időben ragadtak főzőkanalat a harcsapaprikást készítő csapatok. Idén több mint 100-an neveztek a versenyre. Mi egy úgynevezett hagyományos harcsapaprikást készítettünk, jelenleg ami itt van, túrós csuszával készült. Hát remélem, hogy ízlenni fog, mi már ezt megszoktuk, többször megcsináltuk. Ízlett is a hattagú zsűrinek, ők emellett még további 135 féle harcsapaprikást kóstoltak meg. A zsűri elnöke szerint ötletesek, változatosak voltak a bírált ételek. Mellé tesszük itt bátran a szalonnát, mellé lehet rakni túrós csuszát, az itt a helyi táj szerint is rambuccal is tálalják. Szóval egyébként nagyon ötletes ételek vannak, és nagyon varázslatos. A fesztivál célja most is a halfogyasztás népszerűsítése volt. A rendezvény főszervezője büszke rá, hogy egyre több család, baráti és munkahelyi közösség főzőcskézik együtt. Töröm végigmenni itt a sátrak között, amikor látod, hogy milyen örömmel van mindenki, mosolyogva, főz. Nem feltétlen mindenki győzni akar, örülnek, hogy itt vannak, és együtt bulizunk. A főző fesztiválon a gyerekek sem maradtak program nélkül, a jó hangulatról pedig zenekarok, sztárfellépők gondoskodtak. Fordulatos, izgalmas mérkőzést vívott szombaton este a Nagyerdei stadionban Katar és Portugália labdarúgó válogatottja. A felkészülési meccset 3-1-re nyerte a Ronaldo nélkül játszó Portugália. Világklasszisokból azonban így sem volt hiány. Mások mellett Bruno Fernandes, Nelson Semedo és André Silva is pályára lépett a jövő évi labdarúgó világbajnokság házigazdája ellen. A stadionban kitűnő hangulat és sportszerű szurkolás mellett játszottak a csapatok. Egy-egy szép akciót vagy gólt bármelyik válogatott is vezette vagy szerezte, taps és üdvrivalgás fogadta. A felkészülési mérkőzést 3-1-re Portugália nyerte, a meccs végére 9 emberre fogyatkozó katariak ellen. Második bajnoki mérkőzését is megnyerte a héten a Deaca labdarúgó NB3-ban. Az egyetemi csapat a Jászberény elleni meccs után tegnap a Füzes Gyarmatot győzte le, és ezzel őrzi második helyét a tabellán. Az első félidőben mindkét csapat kevés lehetőséget dolgozott ki. A játékrész végén mégis megszerezte a vezetést a Deac. Szidibe 11-esből volt eredményes. A második félidő elején a Füzes Gyarmat egy szabadrúgás góllal egyenlített. A hajrában azonban újra a Deac talált be. Oliver Tocsukvu csúsztatott a kapuba, beállítva 2-1-es végeredményt. Sándor Tamás vezetőedző szerint bosszantó, hogy ezúttal is pontrúgásból kaptak gólt, de a végeredménnyel elégedett. Nagyon örülök annak, hogy az Oliver gólt tudott szerezni az utolsó percekbe. Tényleg fáradtak voltunk, de azt hiszem mutatja a csapat egységét, hogy az utolsó pillanatokban is saját magunk javára tudjuk fordítani a mérkőzést.
Idén ismét a pályán emlékezhettek meg Garamvölgyi Lajosról, a Loki legendás edzőjéről. A Debreceni Sportcentrum 13. alkalommal rendezte meg azt a korosztályos labdarúgó tornát, amelyen csak nem 200 gyerek focizott. Volt minek örülniük az ifjú focistáknak, hiszen sok gól esett a Garamvölgyi Lajos emléktornán. A viadalon a házigazda Debreceni Sportcentrum sportiskola minden korosztályban indított csapatot. Hogy nagyon jól lehet játszani, meg más csapatok ellen vagyunk, nem mindig a megszokott edzés, hogy a saját csapattársaid ellen. A tornán 6 hajdúbjari együttes 4 korosztályban mérte össze tudását. Tavaly a járványhelyzet miatt rajzpályázatot hirdetett a sportcentrum. Idén viszont már a focipályán is megemlékezhettek a DVSC edző legendájáról, Garamvölgyi Lajosról. Debrecen egyik ikonja, akiről mindenképpen úgy éreztük, hogy meg kell emlékezni, és ezt a hagyományt mi nem szeretnénk abba hagyni, nem szeretnénk feladni, mert csak akkor ér valamit az első 13 torna, hogyha még legalább ugyanennyit vagy még többet meg tudunk rendezni. A 13. Garamvölgyi Lajos emléktornán közel 200 gyerek lépett pályára. Híreink után a várható időjárásról. Hétfőn a maihoz hasonló napos, kora őszi időre számíthatunk. Eső nem várható Debrecenben. Holnap hajnalban 5-7, délután pedig 23-25 fok körül alakul majd a hőmérséklet. A vasárnapi napszemlét látták, riportjainkat a dehír.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük egész heti figyelmüket, viszontlátásra!